A község napjának elmaradhatatlan rendezvénye a Valkai-sori aratóverseny, amelyre idén 13 aratócsapat nevezett be. Az aratók a verseny megkezdése előtt hagyományos reggelihez terítettek meg a parcella mellett. A régi hagyomány szerint próbáltuk összeállítani, ugye a füstölt szalonna, azt, amit szoktunk hozni, a sózott szalonna, akkor már ugye, mikor most már egy kicsi alakítottunk rajta, mert tettünk hozzá egy kis abát szalonnát. Nálunk van zöld bableves, medli, tarhó, akkor ez a házi kenyér, görhe, erős paprika, pogácsa, főtt krumpli, napon savanyított uborka, akkor van sonka, kolbász, szalonna. Adán a több helyszínen zajló sportrendezvények között sakk, asztali tenisz és kézilabda verseny is szerepelt. A község napja alkalmából bemutatták a helyszelleme elnevezésű IPA projektet is, amely célja az elvándoroltakkal való kapcsolattartás fejlesztése. Négy helyszínen történik a projektnek a kivitelezése, Adán, Óbecsén, Temerinbe és Lajosmizsén. Ebben négy helyiségben infopontok vannak felállítva, felszerelve technikailag, itt részmunkaidővel alkalmazott személyek dolgoznak, akiknek a feladata a kapcsolattartás, illetve a kapcsolat fölkutatása, ápolása az elszármazottakkal. A rekreációs központban kirakodó vásárt és főzőversenyt is rendeztek. A főzőversenyen közel 50 csapat főzött három kategóriában, emelte ki Gali Zoltán főszervező, majd elmondta, az előző évektől eltérően idén nem készültek Guinness rekord kísérlettel. Most az idén nem készültünk egy nagyobb Guinness rekordon, meg hát nem is az a cél, hogy minden évben az ember ezt csinálja. Tehát most egy nemzetközi gulyásfesztivált, amit valamikor én 2004-ben elkezdtem, akkor kicsit abba hagytuk. De valahogy az nekem szívügyem, úgyhogy most visszatérünk. Azért nem számoztuk végül is, ez most a második. A nap végén koncertekkel várják az érdeklődőket Adán. Fellép az Adai Street 33, a Magyarországi Piramis Együttes, valamint a szabadkai The Bypass Band.